Rendben folyt a voksolás a Nemzeti Választási Iroda szerint a vasárnapi önkormányzati választásokon. Újbudán közel annyian adták le szavazatukat, mint 4 évvel ezelőtt. A 11. kerületben 49,63%-os volt a részvételi arány. Vasárnap reggel a kerületi képviselő és polgármester jelöltek is elmentek szavazni. A Domokos Általános Iskolában szavazó Szabó Györgyöt, a Jobbik helyi polgármester jelöltjét arról kérdeztük, hogyan sikerült felkészülnie a választásokra. Nehéz körülmények között, mivel a választási törvényt átalakították, illetve a jelenlegi polgármester úr, hogy úgy mondjam, minden felületet sikerült elfoglalnia. Azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik mögöttem áll, illetve az a szervezet, az kellőképpen kitett magáért, és próbáltuk megvalósítani mindazt, eljutatni a polgárokhoz mindazt az üzenetet, ami számunkra fontos, illetve az itt élőknek fontos szerintünk. Nyilván jó eredményre számítunk, és azt gondolom, hogy az elmúlt 4 év során a választói akaratnak megfelelően a választók bizalmából 4 évig a fővárosi önkormányzatban dolgozhattam. Igen jelentős eredményeket sikerült kerületi vonatkozásban is elérni. Az egyes villamos meghosszabbítása a javaslatomra a közgyűlés elfogadta, hogy az a kelenföldi pályaudvarig legyen meghosszabbítva. Simicskó István sportállamtitkár országgyűlési képviselő kisfiával érkezett az Ádám Jenő iskolába, hogy leadja voksát. A politikus szerint a Fidesz szlogene a tettek beszélnek, hülyen tükrözi a kerület fejlődését, amit érdemes folytatni. Hát szerintem az elmúlt 4 évet ilyenkor értékelik az emberek, és azt látják, hogy igenis a kerület fejlődött. Hoffman Tamás polgármester vezetésével a képviselőtestület, az önkormányzat jól dolgozott. Én bízom benne, hogy minél többen jönnek el szavazni, és támogatják Hoffman Tamást, hogy folytathassa azt a munkát, amit megkezdett 4 évvel ezelőtt. Szerintem valóban a tettek önmagunkért beszélnek, nagyon sok mindent föl tudnék sorolni, amilyen alkotások létrejöttek a kerületben. A sportra is helyeztük a hangsúlyt az elmúlt időszakban, hiszen én is így tudtam talán legtöbbet segíteni a kerületi embereknek. Számos beruházás megvalósult Gazdagrédtől Kerenföldön át Albertfalváig. Uszodákat építünk, iskolai bővítések, óvodai termek épülnek, óvodaszobák épülnek. Én azt hiszem, hogy játszóterek, a közterek szépültek az elmúlt időszakban, és ami még fontosabb, talán egy emberi hang, közösséget igyekeztünk építeni az elmúlt 4 évben. Én bízom benne, hogy az emberek ezt látták. Hoffman Tamás, a Fidesz polgármester jelöltje is a győzelemben bízva nyilatkozott. Szerinte tisztességes munkát végeztek eddig, és rengeteget fejlődött a kerület. Igazából első perctől kezdve, a ciklus elejétől készültünk rá, hiszen nagyon fontos, hogy Újbuda fejlődjön, szépüljön és egyre barátságosabbá váljon. Ez mindennapos, nagyon kemény munkát jelentett mindenki számára. Én úgy érzem, hogy nagyon tisztességesen végeztük el ezt a munkát. Látszik azokon a fejlesztéseken, illetve a fejlődési irányokon, amelynek az alapjai lettek megteremtve. Most egy következő ciklusban pedig lehet folytatni ezt a munkát, hogyha a szavazóktól megkapjuk a bizalmat. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk kapni, hiszen tényleg mindent megtettünk a kerületért. Számtalan fejlesztés is bizonyítja ezt. A kampányzárót abban a teljesen megújult Bikás Parkban tartottuk, amelyre én személy szerint is nagyon büszke vagyok, de nagyon sok ilyen fejlesztés van, hiszen a gomba, a körtér befejezése az is egy olyan program volt, amely a kerület számára nagyon, nagyon fontos program. Jó reggelt! Molnár Gyula, Újbuda volt polgármestere, úgy véli, az őtért támadások ellenére jól sikerült a kampánya. Én azt mondom, hogy szerintem egy nagyon jó kampányt csináltunk, azt, amit elterveztünk, azt tulajdonképpen végig tudtuk csinálni, és ezt nagyon fontosnak tartom, ugye be akartuk mutatni azt, hogy mi a különbség a között, amikor én voltam a polgármester, és mi a különbség a között, ami az elmúlt 4 évben történt. Én bízom benne, hogy ez sikerült. Nyilván ez egy mozgósítási verseny, és az emberek most picit apátiában vannak, picit kevésbé érdeklődnek a politika iránt. Nekünk az volt a célunk, hogy minél több embert megmozdítsunk. Az eddigi számok, ugye most, amit látunk az alapján, ez biztató. Biztatónak tűnik. Mindig nehéz egy funkcióban lévő polgármesterrel szemben kampányolni, ezt én magam úgy átéltem, amikor velem szemben kampányoltak. Mégis azt hiszem, hogy itt egy izgalmas kérdés lesz. Egy nagyon egyértelmű és világos döntést kell az embereknek hozni. Az, hogy itt szoros lesz a meccs, azt abból látom, az utolsó héten elég komoly negatív kampány indult el különböző helyeken.
Én ezeket nem élem meg nagyon rosszul, hozzá vagyok ehhez szokva, ütésálló vagyok, de mondom még egyszer, ebből arra következtetek, hogy szoros lesz. Gajárszky Áron, az LMP polgármester jelöltje is leadta a szavazatát a Palánták óvodában. A kislányával érkező zöld politikus szerint sok támogatót szerzett azzal, hogy kiállt a helyiek érdekei mellett. Én igazából most azzal a célra vágtam neki itt a 8-as körzetnek, hogy ezt megnyerem, mert én vagyok az egyetlen, aki itt a villamossal kapcsolatban, az egyes villamos folytatásával kapcsolatban a lakóknak az érdekét képviselem, és igyekszem becsatornázni a BKK-hoz. Szereztél egy mikrofon? És viszont a többi körzetben sajnos az ajánlásgyűjtés az nem annyira sikerült, úgyhogy több körzetben is nem tudtunk elindítani a jelöltünket, úgyhogy ilyen szempontból eléggé veszélybe került a második mandátum. Én azt gondolom, hogy eredetileg azt szeretük volna, hogyha akár három mandátumot is meg tudunk szerezni, hát ehhez meg kéne nyernünk egy körzetet. A kampányt most sokkal komolyabban vettük, mint korábban, ugye. Végül elsőprő Fidesz győzelem született Új-Budán az önkormányzati választásokon. A hivatalos adatok szerint egyéni választókerületekből a képviselőtestületbe csak 2 ellenzéki és 15 kormánypárti politikus került be. A polgármester választást Hoffmann Tamás nyerte, aki a szavazatok 46,65%-át szerezte meg. Molnár Gyula körülbelül 5%-kal maradt, 41,41%-ot elérve. Az LMP 6 a Jobbik közel 5%-ot szerzett.